hogy én mindig csak elégedetlen vagyok, és ezt ki is fejezem, akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudattalanul a másik félnek, hogy nem így kéne, máshogy kéne, stb. És ez az egyenrangúságot, a kölcsönösséget, a kölcsönös szereteten alapuló viszonyokat, az teljesen tönkre tudja tenni. Na ez az egyik pont, ami miatt nehéz. De ha meg azt vizsgáljuk meg, hogy akkor jó, rendben, ez így nem jó, akkor ne legyenek elvárásaink. Ugye tételezzük fel, hogy akkor hova lyukadunk, hogyha én azt mondom, hogy jó, akkor nekem mindentől kezdve nincsenek elvárásaink, mi lesz ennek az eredménye? Akkor az lesz ennek az eredménye, hogy akkor én nem is állíthatok határokat? Hogy akkor mindenki kibejárkálhat az én lelki és érzelmi világomba, akkor mindenki kihasználhat engem, mert azt mondom, hogy nekem senkivel szemben nincsenek elvárásaim, csináljon velem bárki, amit akar. Ugye érezzük, hogy megint csak nem találtuk meg azt a helyes középutat, amit itt keresnénk, mert hogy akkor tagadjam meg azt, hogy vannak igényei. Ugye? Érezzük, hogy azért ebben is van valami, hogy hát az embernek azért lehetnek igényei. Ha nem is elvárásai, de azért igényeket megfogalmazhatunk, amik szükségesek, amik az emberi mi voltunkhoz tartoznak. Mert hogyha erről lemondunk, mondván, hogy az elvárások úgy, ahogy vannak rosszak, akkor oda jutunk, hogy mi leszünk az elnyomott fél a kapcsolatban. És akkor megint csak, hogy nem leszek boldogok. Nagyon sok bántalmazó, tehát nagyon sokan élnek bántalmazó kapcsolatban. Most mindegy, hogy súlyos fizikai vagy verbális bántalmazás van, de nagyon sokan élnek bántalmazó kapcsolatokban, és nagyon sokan benne is maradnak ezekben a bántalmazó kapcsolatokban, mert pontosan azért, mert úgy gondolják, hogy olyan hitvilág alakult ki magukról magukban, hogy ők nem is érdemelnek ennél többet. Nekik ez jutott, nekik ez jár, és nem mernek, nem tudnak, nem akarnak kilépni ebből a kapcsolatból, és ez is egy egészségtelen megközelítés. És most tettem egy különbséget elvárások és igények között is. Amikor ezeket a szavakat, vagy ezeket a fogalmakat fogom használni az előadásban, hogy elvárások meg igények, akkor amikor az elvárásokat használjuk, akkor mindig negatív értelemben beszélek róla, mert az elvárások az önző természetünkből fakadnak. Azzal befolyásolni, megváltoztatni akarjuk a másikat, míg ha igényekről beszélünk, akkor meg olyan jelenségekről, vagy olyan természetünknél fogva létező vágyakról beszélünk, ami egyszerűen az emberi mi voltunkhoz tartozik, tehát ezt pozitív értelemben fogom használni. Tehát a nagy kérdés ennek a mai estének, vagy ennek az előadásnak igazából az, hogy megtaláljuk, hogy hol van a határ az elvárások, meg a valós igény.